Sziasztok, Ádám! Mondjuk a Tech2.hu-t nézitek, és a Samsung Galaxy S6 Edge okostelefont fogom most kívülről bemutatni. Ez a Samsung egyik legújabb csúcsmodellje. Az S6 és az S6 Edge együtt jelent meg, és már Magyarországon is elérhető. Ez a világ első két oldalt hajlított kijelzővel rendelkező okostelefonja. Érdekesség, hogy a Galaxy Note Edge-hez képest ezzel a Galaxy S6 Edge jelentősen szolidabbnak nevezhető, hiszen ugyanaz S6 Edge mind a két oldalán le van kerekítve, azonban jóval kisebb mértékben, hiszen itt látszik, hogy alig néhány milliméter látszik a kijelzőből, még a Note Edge mind a két oldalán lekerekített, azonban Note Edge csak az egyik oldalán van lekerekítve, viszont ott jóval nagyobb mértékű a lekerekítés. Itt van tehát a Galaxy S6 Edge előlapja, amelyet Gorilla Glass 4 üveg borít. Van egy 5,1 hüvelykes kijelzőnk, amely oldalra lekerekedik szépen. Felül a Samsung logó felé került egy hangszórónk, fény és közelségérzékelő. Itt a bal oldalt nem látszik, de van egy visszajelződünk, valamint egy 5 megapixeles előlapi kamerát kapunk. A készülék kijelzője alatt egy home gomb van, amely picit magasabb, mint a korábbi Samsung home gombok. Ez köszönhető annak, hogy egy új típusú új lenyomat leolvasó került ebbe a gomba, valamint amint látható 2 darab kapacitív érintő gomb került még ide, amely szükség esetén fehér színben világít. Oldalról megnézve a telefon nagyon keskenynek hat, egyébként inkább felülről látható, hogy tényleg keskeny is. Oldalról viszont azért hat keskenynek, mert itt elvékonyul lekerekedik a kijelző. A fémkeret körbőleli a készüléket, tehát itt oldalt is fémkeretet kapunk. Ide került egyébként jobb oldalra a bekapcsoló gomb, bal oldalra pedig a különálló hangerő szabályzó gomb. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy itt már annyira elvékonyodik, hogy szerintem a fogása nem annyira kényelmes. A Galaxy S6 Edge esetében az oldalsó kicsit egyenesre csiszolt oldalsó él sokkal jobb. Ez nekem egy picit, mintha már-már vágná a kezemet, nyilván nem, de az talán egy picit jobb fogású. Nyilván viszont a Galaxy S6 Edge kicsit szebben néz ki, egyedibb készülék. Oldalról, tehát ahogy mondtam, a kijelzőből látszik egy kevés, most hogy bekapcsolom a kijelzőt és felveszem maximális fényerőre, akkor látható is az, hogy itt oldalt egy kis részt láthatunk belőle. Ha a telefon tetejét nézzük, középre került az infraport, illetve van egy mikrofonunk, és ide került a nano SIM kártya szlotja is. A Galaxy S6 esetében ugye a bekapcsoló gomb alatt van, itt viszont a vékony kialakítás miatt ide nem került, úgyhogy felül helyezhetjük be a SIM-kártyát. Alul hangszórunk van, még egy mikrofonunk, jack csatlakozónk, valamint mikro USB csatlakozónk. Ezen esetben sincs vízállósága a készüléken, tehát fedetlen a mikro USB port. A fehér színű hátlapot Gorilla Glass 4 üveg borítja teljes egészében. Itt az üveg mögé mintázat nem került, tehát egy teljesen visszatükröződő egy színű felületünk van. Egyedül csak a Samsung logót találhatjuk itt, illetve felette a kamera egységet, amely 16 megapixeles. Itt látszik, hogy elég rendesen kiemelkedik a készülék házból ez a kamera szenzor. Tőle jobbra pedig van a vaku, illetve a pulzusmérő szenzor. A készülékbe 2500 mAh kapacitású akkumulátor lett beépítve, a hátlap ugye nem levehető, illetve a hátlap alatt van még egy Qi és VPC vezeték nélküli töltési standardokat támogató chip, így vezeték nélkül is tölthető a készülék, illetve amit még fontos elmondani, microSD kártyás bővítési lehetőségünk nincs. Ez volt tehát kívülről a Samsung Galaxy S6 Edge. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!